Sárkány van, és ez továbbra is az, aminek látszik, és az a helyzet, hogy átjöttem a túlpartra egy kicsit öldökölni, akarom fejleszteni a Terizinót, minél magasabb szintű legyen, és megint csak az a taktika, hogy ehhez az kell, hogy öldököljek itten, ami alkalmas. Talán ezek alkalmasak rá, nem erősek. Egyelőre 37-es szintű a Terizinó. Ezt próbálom minél előbb 40-es fölé felerősíteni. Egyelőre nagyon jó bevált. Ezt megnézem, hogy milyen szintű. 14-es, akkor ő is mehet a levesbe. Feltéve, ha nem fut el. Rattfák, nem lehet tőlük látni semmit. Jó, ez szerintem elfutott. Aha, ott fut a háttérben. Hát, ott van két Diloposaurus szerintem, vagy lehet, hogy nem az, de... De, Diloposaurus, akkor ezek mennek, ezek is a levesbe. Ez jó lesz a fejlődéshez. Ez a teki nem tudom, hogy milyen erős lehet. Kettes, ó, hát akkor ő is megy. Jó, kicsit felnézek, körbenézek, hogy mi a helyzet. Milyen jó kis szírt. Ó, vannak. Egy Diloposaurus Campez. Ott a háttérben is van, de lehet, hogy én azt kihagyom most. Mert nem tudom, hogy mi lehet ott még a háttérben a bokrok mögött. Inkább nem kockáztatok, még annyira nem erős a Terizinó. De ide átnézek már, hogy van-e valami. Igazából trike kellene nekem. Ó, hát is van is. Trike, csak ott is van. Csak kérdéses, hogy milyen szintű. Kettes, a, hát akkor... Sajnos neki is mennie kell. Elég gyorsan meg is volt. És lassan szintet fogok lépni. Ó, jönnek a haverjai, úgyhogy egy picit visszavonulok. Mert nem tudom, hogy milyen szintűek. Nem akarom itt hagyni a fogamat, legalábbis én nem hagyom itt, de a Terizinó még itt hagyhatja. Ó, volt egy kompi. A kompikkal nincsen baj, amíg egyedül van. De ha már csoportosulnak, akkor na, elég nagy baj. Ó, az neki indult. Inkább visszavonulunk egy kicsikét, mert fő a békesség. Aha, nem jönnek. Jó, megnézzem őket, hogy milyen szintűek. Mert ha kicsi szintűek, akkor kár futkorászni előlük. Az kettes, a másikat meg nem látom. Szerintem benne van a folyóba, és sziget miatt nem látom. Az ott a távolba hármas, az még rendben van, és egy Alpha Raptor 6-os, hát az rohadt jó lesz. Meg egy Raptor, vagy egy Dilophó. Na hát az a Alpha, az nem, az gond lesz. Na az is 6-os. Ó, hát akkor kinyírhatom őket. Nem erősek. Majd az inkább a Alpha Raptorra lesz itt a probléma. Kipakolok. És lehet, hogy hazacuccolok. Hogy legyen hely, meg nem, ne legyen ekkora súly. Tehát az Alpha Raptor még szerintem gond lesz, hogy ilyen közel van, mert az nem szokott elmenni távolabbra, mindig közelebb jön. Ó, hogy rohadjon meg, mindig elfelejtem, hogy távcső nélkül kell felszállni.
Lehetne szintet növelni, de most majd később. Na, ő rossz helyen volt rossz időpontban. Most már annyi húsom van, hogy borzalom. Már nem tudom őket hova pakolni. No, ez is szerintem tele lesz most már. Sőt, már. Még mindig pakolhatok. Ez már szerintem nem fér be. Jó, ide épp hogy befért. Ha megsütöttem volna, nem fért volna be. Ó, szintet növelünk. Meg még hús is van nála, meg bőr. És a közelharci 257, az igen, megjelent a raptor. Na ezért nem szabad életben hagyni az alfa raptort, mert előbb-utóbb megtalál minket, és segítenék nekik, csak az a baj, meghalok. Ezért besegítek, mert inkább én haljak meg, mint az állataim. És ennyi. Rohadt raptor. És csak 6-os szintű, de az a baj, hogy alfa típusú. És hú, de messzire fogok kerülni. Most elég lesz majd visszamenni. Hát akkor újra itthon. Ne vakarodsz. Nem. Cselekedj. Na, hát arra vagyok. Nem veszek magamhoz semmit se. Azonnal megyek vissza. Gondoltam egy olyat, hogy mi lenne, ha megszelidíteném. De még kérdéses az is, hogy egyáltalán alfa raptort lehet-e szelidíteni, mert gyanús, hogy nem. De egy próbát megteszek. Minden esetre. És az a baj, hogy megint elfelejtettem elhozni az ágyat, amit le kéne rakni, és nem kéne ittem lefőrohangálni. Úgyhogy, na mindegy, most lesz, ahogy lesz. De annak a raptornak mennie kell. Most az is kérdés, hogy most hol ólálkodhat. Nem látok mozgást, úgyhogy remélem az állataim megvannak, az egyik megvan. Megvan mindkettő, helyes. Ó, és itt a raptor. Na mi van? Kibékültünk, vagy mi? Vagy beragadt a falba a kerítés és a házfal közé, az jó lenne. Aha, nem érem el. Jó, akkor másik irányból. A szemét. Aha, innen elérem, jó lesz. A kis szemét raptor, és adott is cuccokat. Legalább így lesz raptor karmom. Ami azt hiszem, hogy az is egy erekje. Fene a pofádat. Ez a csomagom volt. Végre újra megvan. Raptor elbomlik fél óra múlva. Na hát akkor ideje szétszenni, szétkapni. Na. Ennyi volt. Úgyhogy megint jó jött ez a kerítés, a kőkerítés, mert beragadt legalább. És egy kis előnyöm volt ezzel. Na, viszont van kiváló húsom, amit azonnal gyorsan meg kéne sütni, mert elromlik, és piszok gyorsan romlik. Hadd menje, és nem is lenne hülyeség még egy tűzhelyet beizzítani, de most már hagyom, majd legközelebb még egy tűzhelyet csinálok, mert akkor dupla mennyiségű kiváló húst tudnék megtartani. És lehet, hogy csinálok hűtősz, vagyis konzerválót, mert nincs hova pakolnom. Fakő.
Mi kell? Rost. Csinálok, mert tényleg nincs hova rakni semmit most már. Milyen látványosan romlik a hús. Oké, kettő megvan. Rohadt szén. Oké, az a kettő mehet, és lehet, hogy többet nem is fogok tudni ebből megsütni, mert addigra megromlik. Ez meg itt, ez mellett bőven elfér. És csak sziklapor kell bele. Jó, az az egy még talán vagy meg lesz, vagy meg rohad. De hogy az egyik meg fog rohadni, az is biztos. De legalább három darab, így összesen négy van. Négy kiváló sült hús, az egy ideig eltartható. Ezek meg mindjárt meg fognak romlani. Úgyhogy ebből eszek. Na, hogy állsz? Oké, az egyik megvan, másik meg fog rohadni, meg is romlott. Jó van, akkor rohadjál meg. Na, hát akkor öt lett, igaz, hogy abból egyik mindjárt megromlik. Akkor összesen négy kiváló húst sikerült megmenteni a raptorból. Ó, szintet tudsz lépni. Még van húsod is. Visszakapod a bogyóidat. És kapsz a közelharci sebzésre. Most már elértük a 265-ös sebzést. Jó lenne minél előbb 300-ig felhúzni. No, eljött az ideje, és újra szintet tud lépni. De jó. Akkor most már 274. Nagyon jó lesz ez. És akkor itt van, itt az ideje, hogy felkeressem a trájkokat, amiket ott hagytam, azokat szépen sorjába kinyírom. Mi jön? Ja, Dodo. Ekkora hangja van. Olyan kicsi állat, azt olyan, mintha van nagy jószág lépkenne. Na, hát akkor ezeket a jószágokat leszedem. Ez most szüret. És akkor ezáltal is tudok fejlődni. Nincs senki. Akkor vissza, ott van egy trájk. Nem tudom, ez hanya szintű volt. Hatos, az amit láttam, akkor az a hatos. Nem, az a hármas. Az a Fiomi a 12-es. Jó van, akkor ők nem lesznek gond, rohadt távcsőbe bele. Akkor ők mennek. Kettő. Na, a trájk mindenképpen megy. Egyébként már 40-es szintű lett a Terizino. Úgyhogy sikerült az, amit terveztem, hogy 40-es legyen minél előbb, és itt jön a barátja. És ő volt a hatos, csak el volt bújva. És akkor még a Fiomiát kinyírom. Rohadt fákba bele. Egyébként tök jól lehet szedni vele a fákat. No, ennyi volt. Terizinóval szoktam szedni a fát, mert egy csapással legalább 70 fát kiszed. Hát ő se élt sokáig. Tök jó gyilkológép lett. Na, sehol senki. Még ott vannak trike. Egyet látok legalábbis, azt... Azt megsemmisítem. Ha ez a kettes. Mi volt ez? Vaklárma.
Sehol senki. Jó, akkor szerintem megyek haza. Ott van még egy Alfa Raptor, ne csináld. Elég volt már az Alfa Raptorokból. Az pedig az. Hanyas vagy. 10-es, még erősebb Alfa Raptor. Épp zabál. Hát ez szuper lesz, rohadt távcső megint. Irány haza, és lehet, hogy fel kell készülnem egy következő Alfa Raptor gyilkolásra. A helyzet a következő, hogy találtam egy dimorfodont, amit le is lőttem egy kábító nyilvesszővel. Összesen egy darab nyilvessző elég volt ahhoz, hogy elkábuljon. Itt van a kicsi drága. És azonnal meg lesz témelve. És neki kell ez a prime hús, tehát a kiváló hús. Egy kicsit adok neki a kábultságba, mert nem sok kellett, hogy lemenjen. Tehát neki kell a kiváló sült hús, és még mák, hogy van 4 darabom. És ott van az Alfa Raptor is, úgyhogy nagyon figyelni kell rá. És az az Alfa Raptor, azt hiszem 13-as, tehát sokkal erősebb, mint az előző volt a 10-es. A 10-es nem tudom hova lett, eltűnt. Remélem, hogy végleg eltűnt. De sajnos jött a helyébe egy 13-as Alfa Raptor. Na, mi van, nem akarsz enni? Pedig a kedvenc egyik kajádat kaptad. Bevakom neki a sima húst is, hát ha az kell neki, de tudom, hogy neki a kiváló hús kell. Úgyhogy lesz még itt gond az Alfa Raptorokkal, mert az utóbbi időben eléggé jönnek. Még szabál egyelőre el van ott a zsákmányával. 13-as, ja. Ez zabál. Fene adja a pofáját. Baj lesz, mert ez át fog jönni. Amint végzett a zsákmányával, át fog jönni szerintem, mert... Na, most kajál. És meg is van. No, hát akkor legyél te az Nvidia. És fel lehet venni. Szuper. Hát akkor megyünk haza. Hazaviszem, lepakolom és nekikészülök az Alfa Raptornak. És megpróbálom beszelidíteni, ha egyáltalán lehetséges. No, hát csak igazam volt, átjött az Alfa Raptor, méghozzá elég közel, és közben kinyílt egy Parasaurust. Akkor ezt már felszedem. Úgyhogy itt ólálkodik a közelben, és ez már túlságosan is közel van ahhoz, hogy ezt csak úgy annyiba hagyjam. Úgyhogy megpróbálom lekábítani. Azt hiszem a 13-as jött át, remélem nem a 10-es került elő. Aha, 13-as, oké. No, hát megpróbálom lekábítani, ha lehetséges. De előbb iszok. És felkészülök kajával mindenne. Ha nem sikerül kábítani, akkor mindenképpen meghalok, de majd visszajövök és megpróbálom újra. Mert azt tudom, hogy piszok gyors. Aha. Oké, egy megvan. Kettő.
Hát a harmadik nem biztos, hogy meg lesz. És nincs, vagy lehet, hogy bekapta, de már... Most meg viszont ennyi volt. Ó, és még mindig nincsen ágyam a közelbe, de jó. És remélem a legmesszebb vakott az, de király. Az első házamhoz tett. Most lehet hazacammogni. No, hát akkor egyve közelebb. És közben kiderült, hogy nem lehet megszelídíteni. Úgyhogy erről le kell mondjak. Úgy látszik az alfa raptorokat nem lehet megszelídíteni, mert túl OP lenne, lehet. De milyen jó lett volna már. Na, de viszont felszedtem magammal kettő ágyat, amit az egyiket megpróbálom azonnal lerakni a házon belülre, hogy ne kelljen már ennyit rohangálni ide-oda. És ha mákon van, akkor nincs közel a raptor, és le is tudom tenni. Az állataim remélem megvannak, oké. Jó, nem látom. Ott van a fánál, oké. Na, akkor mindenképp az ágyat. Mert már annyiszor le kellett volna rakni, de mindig elmaradt. Ide középre bevakom. Ez az. Most már van ágy, a másikat meg elvakom. Közben lettek magok. És húst bevakom, mert úgyis meg fogok halni. De most más taktika lesz, mivel nem lehet megszelídíteni. Ezért mindenképpen valamit kezdenem kell vele. Tehát a zsákomtól, a hullámtól mindenképp el kell csalnom, hogy hozzájussak a fegyveremhez. Úgyhogy mindenképp meg fogok halni, de megpróbálom elcsalni. Nem jön utánam? Nem. Akkor minek zenél? Gyere csak. Ott gyalázza a hullámat. Gyere csak. Ó, jön ám. Hát nem sokat tudtam eljönni. Szerintem még egyszer meg kell halnom. De már van ágyam. Tehát még el kell húznom onnan. Amennyire csak lehet. Mert az még mindig nagyon közel van az első hullámhoz. És mivel felszedném, addig ott lenne. Ezt újra meghalnék, és semmi értelme nem lenne az egésznek. Akkor inkább halljak meg harmadszorra is elrébb. Hol vagy? Te szemét. Ott gyalázza még mindig. Gyere csak! Ó, jaj, jaj. Nem sokat haladtam, de legalább most már az első hullámat meg tudom keresni. Mi az, hogy nem tudom a zágyamat bejelölni? Hát ez szuper, mert akkor megint a legtávolabbi helyre vakott. Fantasztikus. Megint lehet gyalogolni. No, hát akkor félúton megvagyok. Egy pár húst vettem magamhoz. És akkor irány. És ha lehet, most már nem akarok meghalni többször. Most már el tudom érni az első hullámot is. Felszedem a cuccaimat, és akkor kinyírom rendes tölténypuskával. Rendes töltényjel. És megpróbálok valami magaslati helyet keresni. Ó, Dodó. Átmegyek szerintem a túlpartra, és onnan megpróbálom kinyírni.
Elméletileg a vízben nem gyors, ha még rám is támad, akkor is van még időm egy pár töltényt belelőnöm. Ó, most nincs szintlépés, oké. Okay. Mi kell nekem? Miért nem működött ez az ágy? A bázisomon többször is használtam. Jó, aludni tudok benne. Érdekes, a központi bázisomon többször is tudtam használni. Legalább kétszer biztos, hogy használtam. Vagy háromszor. Vagy lehet a mellette lévő hálózsákot is használtam. A fene tudja, na mindegy. Ezeket kivakom, megtartom most kivételesen, mert itten nincsen ezek. És akkor levakom a másik ágyat is, hogy bebiztosítsam magamat, hogy tényleg itt ébb vegyek már fel, ha lehet. Oké, tele lesz a szoba ágya. Jó, dimorfon, Nvidia tud fejlődni. Romlott húsa van. Közelharc 200-as. Az jó, viszont az életereje az kevés, a 150. Úgyhogy az neki nem árt. És nem tudom, nincs helyem. Az még befér, ez meg szerintem nem fér. Nem fér be, mert nincs helyem. Ó. Szerintem most már egyikben sem lesz helyem, mert totál tele vagyok. Akkor mész ebbe az asztalba. Egyelőre. Jó, akkor megkeresem az első hullámot. Valahol itt volt. Nincs meg a hullám. Az jó lesz. Ott van. Minden cuccot. És akkor felszedem a második hullát is. Habár nem tudom, hogy abban volt-e valami értékes. Szerintem nem nagyon. Ja, csak gyümölcs. Jó. Éppen szentségteleníti a harmadik hullámat. Na, oda átugrok. Piránya remélem nem lesz. Szépen termelődnek visszafelé a kövek. Lassan tudok köveket is szedni. Na, felmegyek erre, ha fel tudok? Aha, nem tudok. Ó, de kár. Valami magaslatra fel kéne menni. Itt se. Na, innen már csak tám fel tudok. No, ha ide nem tudtam feljönni, akkor remélem ő se fog tudni első körben, és nem jön rá, hogy hátul fel lehet. Akkor kábítót kicserélem. Páncél feljön. És rendes töltény. És akkor Alpha Raptor, te rendeltél egy McDouglas menüt, mert most esélyes, hogy kiszállítom. Nem tudom, mennyit kell belelőnöm, de szerintem elég sokat, mert Alpha 13-as. Azok elég sokat bírnak általában. A 6-ost is alig volt, olyan nehéz volt kinyírni, pedig két állatom is támadta, meg plusz én, habár az sokat nem jelentett. De piszok nehéz volt kinyírni a 6-os szintűt, ez meg duplája, több mint a duplája, 13-as, hát ha majd innen könnyebb. Sajnos pusztulnia kell, mert nem tudok itten létezni, amíg él, mert
folyamatosan meg fog ölni. És nem lenne jó, ha ő itten ezen a területen portyázna. Az a baj, a fejét hiába lövöm. Mivel lőnék elhajulna. Innen talán. Látom, hogy sebződik, de nem tudom, hogy mennyire. Fene a pofáját. Háromszor haltam meg, most már negyedszerre. Nem akarok tőle. Remélem ez fejbe ment. Még ha az összes töltényem is elmegy, de kinyírom. Nem marad céledben, hiába. Még jó, hogy el van foglalva a hullámmal. Mert ez most támadna rám, ennyit nem is tudnék belelőni. Mert előbb kinyírna. Na még mennyit kell? Most már feltűnően sok töltényt kell elhasználni. Na végre. Kaptunk néhány értékes cuccot, majd később megnézem, de körbenézzek, hogy remélem nincs itt a másik alfa 10-es. Már egy jó ideje nem láttam, de remélem, hogy nincs a környéken. És így legalább az alfával, hogy kinyírtam, egy szintet is léptem. Most kivételesen a szintemet majd a súlyra fogom tenni, mert még mindig nagyon kevés a súly a teherbírásom. Jó, ezt kiveszem, a többi nem kell nekem. Ó, alfa, te rohadék. Ó, és adott enduro pörköltet, ami még nincs meg, de jó. Egy nyílpuskát, az is szuper. Egy karmot, meg vasfejszét, vasbaltát, de jó. Azért van haszna, csak hát elég sok töltényt elpazaroltam. Mindegy. De viszont az erekje az értékes, az majd később jól jön. Az szinte értékesebb, mint a töltények. No, hát ideje akkor lepakolni. Plusz most nyertem jó csomó kiváló húst, ezt azon nyomban nagyon gyorsan meg kell sütnöm, mert 2 perc és meg fog pusztulni. És eljött annak az ideje, hogy csináljak nagyon gyorsan egy másik tűzhelyet. Mutasd csak, hogy mi kell. Fa, kovakő, szalma. Vagy rost, nem tudom, szalma. Kő, fa. Rost, szerintem, ja, nem van rost. Csinálok, és akkor talán dupla annyi húst tudok megsütni ebből a fajtából, ez nagyon kell ez a hús, mert nagyon jó jött a Dimmerfodonnál is. Jó, még jó, hogy be tudtam oda rakni. Legalább plusz helyet nem foglal. Jó, és akkor ez a kettő is mehet. Emitt talán kész is van, helyes. Mert ó, a rohadt színbe bele. Akkor itt mehet a kettő. Gyorsan kivakom, mert ez is romlandó. És nincs helyem, ne csináld. Ez az. Szerintem az is megvan. Legalábbis az egyik megvan. Ó, a szén. És talán még sikerül azt a kettőt megsütni. Itt már viszont necces lesz a szénbe bele.
Itt már lehet, hogy az egyik nem fog sikerülni. De mindegy, legalább négyet sikerül. Sikerült visszahoznom azt, amit a Dimaefodonra költöttem. Négy darab kiváló húsom, az biztos, hogy lesz. Ez kimehet ide. Megvan a három. Na akkor. Ó, megvan a kettő, de jó. Legalább négyet nyertem ezzel a plusz tűzhelyjel. És itt is megvan a kettő. Szuper. Akkor dupláját nyertem ezzel a két tűzhelyjel. Többet nem rakok le, mert annyi úgy sincs. Még a kettőt is alig lehet győzni, nem hogy még egy harmadikat. 8 darab kiváló hús lett, az jó. Az nagyon-nagyon jó. Most már van csomó romlott hús is. És mindenhol ott a hús, rengeteg húsom lett, ennyi hús még nem volt nekem. És már nem tudok hova pakolni húst. Ez mehet. És ezt is lehet csinálni. Remélem az alfa raptorok egyelőre békén hagynak. De hamarosan eljön az idő, hogy hazaköltözök, visszek mindent, amit tudok. Ú, ez is tele van ám hússa. Meg rengeteg romlott is van neki. Ennyi medzsubevi nem kell. Visszem mindet inkább. És közelharc. Végre megvan a 306-os közelharci sebzése. Húst benne hagyom, mert nincs hova tennem. Plusz, ha megromlik, az is jól jön majd a kábítószerhez. Jó, szerintem ennyi volt. Találkozunk legközelebb. Még a karmat kirakom. És akkor találkozunk legközelebb. Addig is szevasztok.